Most hamarosan elviszik szeretett Volvómat, és ezért úgy gondoltam, hogy ha már az új autókról és a többi autóról forgattam akár fogyasztási videót, akár bemutató videót, egy néhány szót róla is szólnék, illetve erről a típusról. Mire érdemes odafigyelni, ha választotok ilyen autót? Ha ilyen autótok van, akkor mire figyeljetek majd a későbbiekben, mire érdemes felkészülni? Ugye az én autóm az egy 2000-es benzines és turbós autó, ez 165 lóerős, van belőle természetesen még egy 200 lóerős változat is. Nem tudom, mi a különbség, én gyanítom, hogy csak a motor vezérlésében van, tehát a programozásban van különbség. Ebben az autóban 252 ezer, majdnem 253 ezer kilométer van, végig Magyarországon szervizelt és végig magyarországi autó volt. Mindenkit megóvnék attól, hogy esetleg külföldi autóban, bizonytalan eredetű külföldi autóban gondolkozzon. Egyrészt a sérüléseket illetően, ugye néztünk kint Ausztriában autókat is 10 ezer euró alatt nem lehetett találni sem, szinte autót. A jó állapotú autónak odakint is ára van. Nyilvánvalóan a motorhibás, nagyon sok kilométeres, illetve hogyha késő sérülések vannak rajta, leggyakoribb ugye az első lökhárítónak, illetve a néhány kisebb elemnek vagy hűtőnek a sérülése. Ezeket Magyarországon ugye viszonylag olcsón tudják javítani, ezért hozzák ezeket az autókat. Természetesen nem akarok általánosítani, és nem is akarok a kereskedőknek sem rosszat azzal, hogy lehúzom a német és külföldi autókat, de azért lássuk be, hogy ezeknek az eredete sokkal bizonytalanabb, mint a magyarországi, aki én nem kétlem, hogy Magyarországon is lehet akár visszatekergetni az órát, vagy ezzel játszadozni és csalni. Természetesen mindenre hallottunk már példát. Akár egy műszaki vizsga előtt visszatekert autó is frissen, műszaki adatott autóknál azért oda kell figyelni. De nézzük is, hogy általánosságok után, hogy mi is ennek az autónak az előnye, és mik a hátrányai esetleg, ha van ilyen. Amint látjátok, az enyém az nagyon szép állapotban van. Mindenképpen, ha autót választotok, érdemes a belsejét is figyelembe venni. Én mindig úgy szeretem megnézni az autókat, főleg ha külföldi autóról van szó, amikor behozzák frissen. Ti is ehhez ragaszkodjatok. Kérjétek meg a kereskedőket, hogyha behoznak autót, akkor ti úgy szeretnétek megtekinteni, amikor frissen behozottak. Ugye ezek sokkal beszédesebbek, hogy milyen gazdája volt. Hogyha koszos, piszkos a belseje, akkor bizony azt jelenti, hogy nem nagyon volt gazdája. Aztán mindjárt meg is nézzük, hogy mi az a következő lépés, amit én még meg szoktam figyelni az autóknál. De nézzük is, hogy mik ennek az autónak az előnyei. Ugye mivel egy közel 7 millió forintos újáron vásárolt autóról van szó, ezért nagyon finom minden a belsejében. Nézzük is meg például a kesztyűtartót, ugye zárható kesztyűtartó, és ez is ki van szépen kárpitozva, nagyon ízléses, és van benne belső világítás is. Azt gondolom, hogy ez, és még mindig 16 éves korában is tökéletesen záródik. Minden működik rajta, ezt nézzétek meg egyébként, hogy minden működik-e az autón. Ülésfűtést ellenőrizzétek le, az automata klímát ellenőrizzétek le, hogy ezekkel is szokott probléma lenni, illetve a ventilátorral is szokott gond lenni, tehát hogyha ez nem jól működik, akkor nem kapcsolja például a teljes fokozatot, akkor figyeljetek oda, mert ez egy probléma forrás legyen. Szinte az összes ilyen autónál, mivel keveset használják az elakadási jelzőt, akkor ha bekapcsoljátok, akkor nehéz kikapcsolni, vagy nem is lehet már utána kikapcsolni, tehát ez mindegyiknek problémája ezek közül az autóknak. Néhány ezer forintos tétel a bontókban, de bizony ez megkeserítheti az életeteket. Én nem szoktam használni, egyszer használtam, és nálam is ez előfordult, hogy nem lehetett utána kikapcsolni, úgyhogy én azóta nem használom ezt az elakadási jelzőt, de cserélem, mivel ezt ritkán használja az ember, legfeljebb megköszönöm kézzel, hogyha valaki beengedett, akkor ezért nem is használtam. Hangrendszerben is különbségek vannak, ugye ebben az autóban gyári erősítő van, mindenképpen hallgassátok meg benne, hogy a hangszórók nem zörögnek, szépen szól-e, illetve ennek a típusnak a jellemzője, hogyha bekapcsoljuk a rádiót, akkor kitolja az antennát. Nagyon ritka, hogy működik még a gyári antenna, illetve ha cserélve is volt, hogy egyáltalán az is működik a kitolható antenna. Erre is figyeljetek oda, legtöbbször helyettesítik ezeket az antennákat, de azok cseppet sem olyan jók, mint a gyári eredetiek. Tehát, hogyha az kézzel húzható ki, vagy fix antenna, akkor ez sem egy pozitív dolog.
Jó, tehát erre is figyeljetek, hogy a kitolható gyári antenna az, ha működik, akkor jó karban volt tartva az autó, és végig szervizelve volt. Ugye, nézzük tovább. Ugye ebben az autóban van a riasztóhoz ilyen mozgásérzékelő is benne, ami egyébként kikapcsolható. Mindjárt meg is keresem nektek. Itt lehet kikapcsolni, tehát hogyha valaki benne marad az autóban, akkor ezt ki kell kapcsolni, és ha úgy zárjuk rá, és bekapcsol, aktiválódik a riasztó. Arra is ügyeljünk, hogy ilyen esetben, hogyha bekapcsoljuk az autózárakat, akkor sajnos reteszeli magát az autó egy 20 másodpercen belül, és onnantól kezdve nem lehet belülről kinyitni, csak kívülről. Ugye ez a tolvajoknak is gáz, hogyha bezárjuk őket így az autóba. Ugye mindegyik finoman ilyen kis megvilágítással rendelkezik, rázárható ajtóval, jó nagy tükör van bennük. Ebből is látszik, hogy nem egy alsó kategóriás autóban ülünk. Az én autómban a gyári riasztón kívül még van egy lopásgátló rendszer is. Ugye itt is látszik, hogy még benne hagytam a kis apró pénzt. Itt is látszik, hogy ki van még béleve az egyébként csíktartónak készült tároló. 16 éves autón tökéletesen működik még mindig az elhúzható kis tároló és a könyöklő is. Érdemes könyöklőset választanotok, hiszen ez nagy mértékben megkönnyíti a vezetést és sokkal kényelmesebb használni. Na, milyen finomságok vannak még benne? Igen, tehát ebben 10 légzsák van ebben az autóban. Érdemes olyat választanotok, amelyek jól fel vannak szerelve légzsákkal, és a légzsákok meglétét azt ellenőrizzétek, mert ha jól tudom, akkor a Volvo-ban is egy ellenállással lehet szépen helyettesíteni a légzsákokat, ha éppen már elpukkantak. Úgyhogy erre is fektessetek hangsúlyt. Érdemes a gyári gumiszőnyegekkel választani, ezek rögzíthetők, így a kárpitot tudjuk kímélni. Deréktámaszos autót érdemes választanotok, mert ez is sokkal kényelmesebb, és ami még lényeges, hogy a klímát is kapcsoljátok be, és próbázzátok le, hogy ez működik-e. Gyakori probléma ezeknél az autóknál, hogy szivárog a hűtővíz a radiátorból. Az enyémnél, hál' Istennek, ilyen probléma nem volt, de az ismerőseimnél már igen. Tehát a fűtő radiátor az itt van a műszerfal mögött, tehát elég buta helyre tették, és elég nehéz a cseréje. Jó, nézzük tovább. Az elektromos ablakokat is természetesen teszteljétek le. A 4 elektromos ablakot én annyira nem kedvelem, tehát jobban szeretem a 2 darabot, és hátul legyen tekerős, ugye ez is egy hiba forrása a több, hogyha ha ilyen autót vásárolunk. Nézzük tovább. Ajtókagon nem szokott lenni, tehát nagyon szépen szoktak záródni. Nézzük meg, tehát ez egy 16 éves autó. Abszolút nem kottyan, tehát ezt is tudjátok ellenőrizni, és nézzetek, milyen finom az záródni. És nagyon finoman is nyílik természetesen. És minden ajtó. Ugye ebben az autóban van hátsó kartámasz is. Nézzük, hogy hol szokott korrodálódni ez a típus. Ugye itt a hátsó sárvédőíveken. Ezt mindig nézzétek meg, hogy ezen ne legyen korrózió. Ezt azért nehezebb javítani, mint az első sárvédőívet. És ezzel már előre is mentem, hogy a másik korrózió forrás az itt az első sárvédőíven. Ez enyémben is már itt javítva van. Itt van mögötte egy hangszigetelő szivacs, és sajnos emiatt a hangszigetelő szivacs miatt megáll benne a sár és a víz, ezért itt azért hajlamos a rohadásra. Tehát erre is oda kell figyelni. Ugye ez gyárilag xenon fényszórókkal van szerelve az én autóm. Az ablaktörlő, tehát nem ablaktörlő, hanem a lámpatörlő, az én kikötöttem, mert nem mindig abban a pozícióban tér vissza, ami az ő alappozíciója. Ezért úgy döntöttem, hogy nincs erre szükség. Így is működik az ablakmosója, és hát a lámpamosója. Tehát azért így is lehet vele lemosni a lámpát. Szélvédőt azt is nézzétek meg, hogy nincs rajta sérülés. Ugye ez is egy hibaforrás, és elég zsebbenyúlós lehet. Ugye a 2000-es motorral szerelt autók azok, amelyek Volvo motorosak, és
az ez alattiak azok nem Volvo motor és nem Volvo váltóval vannak szerelve. Amit a 2001 után gyártottak, annál hosszabb ez az oldaljelzőcsík, innen tudjátok megállapítani, hogy már a ráncfelvarrott előtti vagy utáni, tehát ez már a ráncfelvarrott, a faceliftes Volvo S40-es. És mire érdemes még odafigyelnetek, ugye ennek még a csomagtartó is tökéletesen záródik. Csomagtartó is kárpitozva van, és ennek is van belső világítása természetesen. Itt is érdemes megnéznetek, hogy az autó volt-e sérülve, ugye ilyen korú autóknál azért már előfordulnak ezek a sérülések, sőt szinte biztos, hogy voltak kisebb koccanások. A Volvókat elvileg nem lehet húzópadon húzatni, ezért biztos, hogyha a nyúlvány sérült, vagy komolyabb sérülés volt az autón, akkor azt heggeszteni kellett. Ezeket azért meg tudjátok nézni. Most nem egy ideális a körülmény a videózáshoz, sajnos esik az eső. Láthatjátok, hogy itt hátul is ilyen csillapító teleszkópok vannak, és így szépen finoman záródik a hátul is az autónak. Ugye itt van az antenna, amiről beszéltem, hogy ez ha nem működik, akkor bizony nem biztos, hogy jó gazdája volt az autónak. Nézzük a motorteret, ugye a motortér is beszédes lehet számunkra. Mindenképpen jó, hogyha megvan még a gyári hangcsillapító, illetve hővédő szigetelés benne. Ez egyrészt hangban is nagyon sokat számít, másrészt pedig arra utal, hogy valóban gazdája volt az autónak, és karban volt tartva, és odafigyeltek még az autóra. Nem utolsó sorra pedig nincsenek rágcsálók a környéken. Ugye több autóban is, amit én most nézegettem magamnak, akár kutyaszőrök voltak beleakasztva, ami különböző eljárásokkal próbálták védeni a nyestektől például. És ha ilyet látok, hogy megvan rágcsáló vagy ilyesmi, akkor azért legyetek óvatosak, mert ezek a rágcsálók bizony a vezetékeket is szépen rendben hagyják. Jó, nézzük a következő dolgot, amit érdemes megnézni, az olajbeöntő nyílás. Ez nagyon beszédes, igaz, ebben nem lehet belelátni, hogy vannak ebben a lerakódások. Ha lerakódások vannak benne, vagy össze is állt olaj van benne feketé, akkor az azt jelenti, hogy sokat mentek az autóval városban, vagy nem cseréltek megfelelő időben olajat benne. Egyik sem jó. Tehát az lenne a legjobb, hogyha ez tiszta lenne, és a beöntő nyílás sapkája semmiképp se legyen fehér, üledékes, habos, vagy bármilyen üledékes rajta. Ugye jól látszik, hogy ez nagyon szép, tiszta, pedig 253 000 kilométer van már az autóban. Ugye ez benzingázos autó, tehát ilyet csak a gázosokban fogtok találni. Nagyon jó, hogyha rá vannak írva így a szervizben különböző információk. Itt például az enyémre is rá van firkantva, hogy mikor volt a vezérműszi cserélő benne. Keresetek olajszivárgásokat, hogyha találtok. Mindenképpen nézzétek meg az olajszintet. Tehát jól látszik, hogy ebbe kétharmadig van töltve olajjal. Viszonylag friss olajcsere után vagyunk, azért ennyire tiszta az olaj. Ha nincs benne olaj, akkor az megint csak beszédes, hogy nem foglalkoztak az autóval, és kevés olajjal jártak. Az ilyen autót kerüljük. Szintén mondom, keressetek esetleg olajszivárgásokat, nézzétek meg a hűtővíztartályt, és ugye az enyémben tökéletes a víz. Nyilván én mindig odafigyelek az autóimra. Ugye itt is itt vannak a szervizbejegyzések, hogy mikor volt olaj cserélve, hány kilométernél. Nézzétek meg, főleg a szelon van benne, hogy ne csak ilyen gyertyafényként világítson, mert akkor már cserélnetek kell majd a fényszorút. Ugye ennek erősebben kell világítani a szelonnak, mint amilyen a halogénizzók. Úgyhogy ha nem ilyen fénye van, akkor bizony zsebbenyúlós lesz, mert 10-15 ezer forintnál kezdődnek a jó minőségű xenon fényforrások. Én fehér fényű xenon tettem bele, a pont azért, mert van az autón ködlámpa is, és ugye mivel dupla optikás a lámpa, ez pedig halogén, ezért az fehér fényel világít, a hülyén fest, hogyha az egyik, ugye mivel bekapcsolva marad a xenon is, ennek azért van lényege, akkor az egyik az kék színű, a másik pedig fehér színű, ez zavaró lehet, engem legalábbis biztosan zavart. Nézzétek meg a szervóolajat is, ugye a szervóolajat azt itt találjátok, legyen az is feltöltve, hogyha kevés van benne, az arra utal, hogy vagy már a szervószivattyú kezd tönkre menni, vagy szintén nem figyeltek oda a karbantartásra. Ugyanez vonatkozik a fékolajra is, ugye jól látszik, hogy ennek még korrózió sincs a
a fék munkahengeren. Egyébként az autó korróziómentes szinte, csak a gyári betegségei jöttek ezen is elő. Hallgassátok meg a motort, hogy ne legyen szelephangja, ne nagyon kattogjon, szépen, egyenletesen járjon. Ez is nagyon lényeges. Gyári betegsége, ez nem az autó hibája, hogyha lezárjuk a motorháztetőt, akkor itt sajnos hozzáér az összes ilyen autónál a motorháztető az ablaktörlőhöz. Sajnos előbb-utóbb el is törheti. Tehát erre is érdemes odafigyelnetek. Ezt a szervizben leszokták egy picit nyomni azért, hogy ne kínozzuk a festést és az ablaktörlőt sem. Mivel fűthető tükörrel rendelkezik, ezért érdemes megnéznetek azt is, hogy ezek működnek-e. Kapcsoljátok be nyugodtan, és nézzétek meg, ellenőrzzétek le, hogy a hátsó szélvédőn is minden fűtőszál működik-e. Mindenütt leolvasztja róla a párát. Ha nincs éppen pára vagy esős, havas idő, akkor természetesen fogjátok meg a hátsó szélvédőt és a tükröt is, és ha melegszik, akkor innen tudjátok, hogy ez is rendben van. Ugye ez az autó fűthető fúvókákkal rendelkezik az ablakmosónál. Ezt igazán nem fogjátok tudni ellenőrizni, de jó, hogyha ezt is tudja az autó. Ennél a típusnál máshol nem nagyon szokott korrózió lenni, elég jó meg van csinálva a kasznia, elég jó le van kezelve, csak amit már említettem, a sárvédőívek szoktak problémásak lenni. Ennél az autótípusnál állíthatók a hátsó futóművek is, tehát hogyha egy kerékösszetartást állítunk, akkor itt ezt is lehet állítani. Ennél a 16 éves autónál még be lehetett állítani, nem volt összerohadva, ez meg is lepte a szerelőket, tehát nem biztos, hogyha egy korábbi típust vagy egy nem garázsban állót választotok, akkor is ez működni fog, de elvileg van rá lehetőség, hogy a hátsó futóműveket is be lehessen hangolni. Ezt érdemes is egyébként, mert ha most éles a szemetek, akkor látszik, hogy bizony ez is a belső felületét egy kicsit már elhasználta a guminak. Ez tekinthető annak is, hogy már elég régi gumiról van szó. És a valamelyik agylósa kopik, érthetetlen módon, mert kicserélik a lengés csillapítót, és azután is megmarad ez a probléma. Itt a szervizben nekem azt mondták, hogy bizonyos gumitípusok nem bírják ezt a futóművet, és ezért történik ez, és hiába cserélik tényleg vadonatújra a lengés csillapítókat, ez a probléma akkor is megmarad valamiért. Úgyhogy ilyenkor inkább gumitípust érdemes váltani, és azzal próbálkozni, hogy ezt el tudjuk kerülni. Ezzel kicsit együtt kell sajnos élnünk, tehát hogy hamarabb fog elhasználódni rajta a gumi. Hát ilyen esetben esetleg érdemes használt gumiban gondolkodni új helyett. A Volvo S41 igazán jól vezethető és nagyon dinamikus autó, mindenkinek ajánlom. A dízel sem Volvo motorra van szerelve sajnos, és úgy tudom a váltó sem Volvo benne, tehát a 2000 köbcent is az, ami ilyen esetben egy jó választás lehet. A fogyasztása körülbelül 8 és 10 liter között van, hogyha finoman jártok vele, akár szerintem 7,5 literre is le lehet vinni. Ugye ez benzingázos autó, tehát ez 10 liter, 9-10 liter gázzal el lehet vele járni. Ugye a dízel autókat én nem nagyon kedvelem, mert nagyon nagy a hibaforrás, és mivel benzinkutasként is dolgoztam, nagyon szembetűnő volt, hogy szinte mindegyik autó életében előfordult, hogy félre tankolták. Ezt ha észreveszik, az a jobbik eset, ha viszont nem veszik észre, és így mennek az autóval, akár 100 kilométert, vagy 10-20 kilométert is, akkor az bizony nagyon károsítja, koptatja a motort, hiszen a gázolaj biztosít ennek a dízel üzemnél kenést a motornak. Ugye dízelni nem tudhatjuk azt sem, hogy esetleg kannázták-e az autót, ez sem használ a motornak és az üzemanyagrendszernek, úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy probléma forrás lehet. Másik pedig, hogy egy dízelautót javítani sokkal költségesebb, mint egy benzines autót. És ami még megfontolandó a dízelnél, hogyha ott javítani is kell, vagy javítva volt korábban, ugye, hogyha új alkatrészre cserélnek benne, és mivel nagy nyomással működik, meg nagy kompresszióról van szó, ezért sajnos az új alkatrészek jobban fogják terhelni a korábban már kopott alkatrészeket, és ezért előfordulhat, hogy utána megint jelentkezik még több probléma az autóval. Úgyhogy én ezért, ezek okok miatt nem is választok dízelautót. Én azt gondolom, hogy a benzin-gázüzemi autók a legjobb választások manapság. Igaz, sokan félnek tőlük, de abszolút oktalanul, tehát alaptalanul,
hiszen a gáztartály az egy dupla fajú acéltartály, míg ugye a benzintartály az egy műanyag szokott lenni teljesen védtelenül az autók alján, sokkal könnyebben meg tud sérülni. Úgyhogy ettől azt gondolom, hogy felrobban vagy valaki bennég az autóban nem kell tartanunk. Tehát a benzin az épp annyira veszélyes, ha nem veszélyesebb a sérülőként tartály miatt, mint a gázüzemű autóknak az acéltartálya. Tehát ennek az üzemeltetése szerintem a legkedvezőbb áron van most jelen pillanatban. Ugye az elektromos autók még nem elterjedtek, a gázautóknál pedig ugye kb. 40%-os megtakarítást lehet üzemanyagból elérni. A szerviz igénye azért magasabb, mint egy egyszerű autónak, ugye nyilvánvalóan ez az autó egy nagyon jól felszerelt tele elektronikával, tele felszereltséggel, olyan finomságokkal, mint a halványodó belső világítástól kezdve az ülésfűtésig, tehát ezeknek a hibaforrása nyilván magasabb, mint mondjuk egy egyszerű dévumotiznak. Ezzel számolnotot kell, de nem jelentős egyébként, tehát nagyon ritkán jönnek elő, és viszonylag kis problémák jönnek elő. Nyilván a nagyobb probléma van, akkor ennek zsebenyúlósabb lehet a javítási tétele. Vannak olyan szervizek, ahol vannak bontott alkatrészek, és innen elég olcsón lehet szervizálni ezeket az autókat. A másik hátránya még a Volvo-knak, hogy nem minden szervizben értenek hozzá, és óvakodjatok attól, hogy Kókler szervizekhez vigyétek, ahol több napot kell várni arra, hogy megjavítsák, ott nem értenek hozzá, nem tudják, milyen alkatrészt kell rendelni, mondjuk egy fűtengely szimmeringnél, hogyha jó szervizre vizitek, akkor ez 4 óra alatt, ahol én is vittem az autót, ott akár 4 óra alatt teljes szakumpak ki van cserélve egy-egy alkatrész, és már tisztában vannak vele, hogy milyen csere alkatrészre vagy új alkatrészre van szükség. Ez nyilvánvalóan más autókra is jellemző, de azért a Volvo-hoz kevés ember ért a normál halandó autószerelők közül. Nem egy nagyon elterjedt típus, ugye, viszont nagyon sok van az interneten is eladó, és nagyon sok van a bontókban is, ezért azt gondolom, hogy viszonylag olcsó hozzá az alkatrész. Csak mondok egy példát, nekem hátsó csapágyat és a turbonyomás érzékelő szenzort munkadél együtt 15 000 forintért cserélték a kettőt együtt. Egyik javítás sem, amikor még az olajszivárgás volt, és egy fél délelőtt volt a szervizben az autó, még akkor sem volt probléma, tehát akkor is egy 20-25 ezer forint alatt maradt a szervizköltségem, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek nagyon barátságos árak, halva BMW és más típusoknak a 2-300 ezer forintos tételeit, de ugye minimum 100 ezer forintos szerviz tételeit. Mindenképpen szervizkönyves autót érdemes választanotok, és olyat, amiben már ilyen 150-200 ezer kilométer környékén cserélve volt a kuplung szerkezet, akkor ki voltak cserélve nagyobb alkatrészek, mint például a futóműnek egyes darabjai, és hát jó, hogyha ránéztek, hogy minden rendben legyen az autón. Nyilván minden használt autónak vannak problémái, lehetnek problémái, de azért igyekezünk megóvni magunkat a szezonali szervizköltségektől. Ennél a típusnál, és szerintem a Volvo motoros típusoknál jellemző, hogy nagyon érzékeny a főtengely csapágy arra, hogy hidegen ne túráztassuk a motort, és ne használjuk nagyobb megerőltető üzemmódban. Tehát finoman kell vele menni, és várjunk mindenképpen egy olyan fél-egy percet, mielőtt elindulunk, vagy akár többet is, hogy bemelegedjen a motor. Ennél a típusnál ez nagyon-nagyon lényeges, hiszen még egyszer mondom, a főtengely csapágyak nagyon érzékenyek, erre is beégnek könnyen, hogyha elkezdjük azonnal terhelni a motort, vagy indítás után azonnal indulunk. Ugye ez 95%-ban így van a Magyarországon az embereknél, ahogy elnéztem, tehát beülnek az autóba, beindítják, és azonnal indulnak akár mínusz 10, mínusz 20 fokban is az autóval. Ez szerintem nagyon nem jó ötlet, hiszen még 2-3 perc után is a motorblokk alig 2-3 Celsius fokra melegszik fel egy ilyen mínusz 5, mínusz 10 Celsius fok után, ami nagyon nem tesz jót a motoroknak. Nyilvánvalóan az sem jó, hogyha sokáig melegítjük az autót, hiszen ilyenkor kicsi az olajnyomás, kevésbé kap olajzást a motor, is jobban kopnak az alkatrészek, hamarabb bemelegszik természetesen, hogyha terhelés adott van, de azért a középutat érdemes itt is megtalálni, tehát egyik sem jó, hogyha sokat melegítjük, és az sem jó, hogyha azonnal indulunk az autóval. És mindenképpen az a jelentősebb, hogyha odafigyelünk és kis teljesítményen, de legalább 1500-2000-es fordulaton használjuk, hiszen a kis fordulat sem tesz jót. Igen, ha már ide kitértünk, ugye ebben az autóban is van kettős tömegű lentkerék, annak ellenére, hogy ez az autó benzines. Ugye mivel nagy motorról van szó, ezekben az autókban is tettek kettős tömegű lentkereket. Jóval hosszabb szerintem az élettartama, mint a dízelekben.
viszont azért 250-260 ezer kilométernél ezeknél is előfordulhat, hogy tönkre megy. Ezt úgy tudjuk megakadályozni, hogyha indításnál és bizony leállításnál is kinyomjuk a kuplungot. Tehát a leállítást sokan nem szokták ismerni, ezért leállításnál is nyomjuk ki a kuplungot, és így állítsuk le az autót. Ne használjuk az autót 1000-1500-as fordulóton, még akkor sem, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezzel sokat lehet spórolni a városi közlekedésben, akkor inkább használjuk a harmadik sebességet, és legalább egy 1500 fölötti 2000-es fordulótig mondjuk. Itt még viszonylag keveset fogyaszt az autó, de sokkal jobban járunk, hogyha így használjuk az autót. Alacsony fordulatról sose gyorsítsunk dinamikusan, mindig legalább egy 2000-2500-as fordulótig finoman nyomjuk a gázt, vagy váltsunk vissza, és a fölötti fordulatszám tartományban gyorsítsunk vele. Nyilván ez egy dinamikus és nagy teljesítményű autó, tehát természetesen bírná az alacsony fordulatra indulást is, de ez is kinyírja, károsítja a kettős tömegű lentkereket. Sokáig ne használjuk alapjáraton se, tehát hogyha sokáig kell állni mondjuk egy vasúti átkelőben, akkor kinyomott kuplunggal állítsuk le inkább az autót, és ne járassuk, mert az alapjárat sem tesz jót a kettős tömegű lentkeréknek. Nem beszélve arról, hogy a fogyasztásunk is magasabb lesz. Nos, hát dióhéjban ennyit erről az autóról, azt gondolom, hogy elég sok dologra kitértünk. Ha bárki ilyen Volvo-t vásárol, és az jó állapotú, akkor nem fog benne csalódni. Én sem csalódtam benne, nagyon szerettem ezt az autót, főleg a dinamizmusa miatt, a kényelme miatt, és az, hogy a 130 az abszolút egy alapjárati utazósebesség szinte ezzel az autóval. Nagyon szép a megjelenése is, mindenki megjegyezte, hogy milyen szép autó. Ezzel biztos vagyok benne, hogyha üzleteltek, üzletemberek vagytok, akkor elismert emberek lesztek. Nem hivalkodó azért, tehát nem egy Porsche-ról van szó, ami azért szemet szúr az embereknek, tehát ez egy elegáns autó. Újabb típust én nem választanék, tehát ez az egyik legmegbízhatóbb a típus választékból, megnézitek az interneten, tehát a gyári hibákból, a gyári problémákból talán ennél van a legkevesebb. A 2008-as évjárat környékén, amikor a Ford kezében volt a Volvo, akkor bizony elég sok elektronikai és más egyéb problémák jelentkeztek. A dízeleknél is vannak típus problémák, ugye ott elég hamar tönkre mennek az olajzás hiánya miatt, ezt a szervizben ismerik is. Hogyha típust szeretnétek kimondottan választani, akkor érdeklődjetek Volvo Service-be, ahol őszinte emberekkel találkozhattok, és kérdezzétek meg, hogy melyik az a motor, és melyik az az évjárat, amit felejtsetek el, és melyik az az évjárat, amivel lehet számolni. Az új Volvók azok viszont nagyon jók, tehát amióta a kínaiak kicsit áttervezték, injektáltak egy kicsi tőkét ebbe a fejlesztésbe, azóta még jobbak lettek ezek az autók. Nagyon igényesek, szerintem erre a típusra most nem jellemző, hogy lejjebb adták volna a minőséget, és olyan autót gyártanának, amelyek nem fognak kibírni csak 150 ezer kilométert, de ezek számomra sajnos még megfizethetetlenek, úgyhogy majd a következő 5-10 év tervében benne van, hogy újra visszatérek ehhez a márkához, ehhez a típushoz. Addig teszek most kitérőt egy más márkával, fiatalabb autóval és nagyon kevés kilométerrel.